Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Két bejátszásunk lesz ma, mégpedig egy egészen kiváló eseményt rendeztek Soponyán, a vadászati központban, ahol a vizslatenyésztők találkoztak. Azt hiszem, hogy érdemes megnézni ezt a bejátszást, hiszen egy nagyszerű esemény volt. Vizslák a vízben és a mezőn, és vizslák a gyermekrajzokon. Vasárnap Soponyán minden a sokak által kedvelt vadászkutyafajtáról szólt. Miközben az országos vizsla főversenyen a legjobb 16 kutya és gazdája mérte össze tudását, addig az ökoturisztikai központ előtti téren a Vizsla minden tudó rajzpályázatra beérkezett alkotásokat állították ki. A kutya tostalszáma 14-es volt, és mi volt a másik kérdés? Hogy hívják hányat? Ja, a Malomkötő Diána a törzskönyvi neve, a hívóneve pedig Hóka, a hívóneve. Uh-huh. Mi az, ami miatt büszke arra, hogy bekerültek erre a versenyre? Mennyire nehéz ennyiféle feladatban helytállni? Hát ez azért nehéz, mert sok oldalú feladat, sok feladat van, 25 vagy 26 feladatot kell teljesíteni, ez a versenyen, és hát az a jó, hogy minden tud a kutya, akar az ember büszke, hogy minden tud elvileg, mert minden is vizsla versenyre van szó. Mi az, ami a legkedvencebb feladata a kutyának, illetve önnek? Hát a vízi munka neki, nekem meg a mázva lenne, de hát az nem igazán megy neki. De ennyi. A vízi munka van, mi az, amit szeret, a keresést, vagy aztán utána majd, amikor le kell szállítani a gazdának? Hát mindkettőt szereti, nagyon nagy vízkedvelő a kutya. Szeret a vizet bármikor, hajlandó elmenni a hideg vízbe is belemegy. Miért éppen a vizsla mellett döntött egykor, mióta tart már vizslákat, és miért különleges mondjuk a mostani? A következő miatt azt mondják a közmondás, hogy ebb a vadászkutya nélkül. Hát tulajdonképpen azért kell a vízre nekem, mert szeretni vadászással legyen ezért. A legtöbben így vélekednek a vizslákról, ahogy a 74 esztendős Mály Zoltán is megfogalmazta. A vizsla főversenybe jutott kutyák többsége hivatásos vadászok hűtársa, de sokan kedvtelésből is tartják őket házi kedvencként. Nekik persze nem kell nyomkövetésben, igazítás nélküli vadfogásban és zsákmányon ülve átadásban jeleskedniük, mint ahogy ez a vasárnapi verseny egyik fő feladata volt, amit Soponyán, vízben és a mezőn is bemutattak. Tovább, előre! Tinának ismerős volt a versenyterepe, hiszen Fejér megyéből jutott be gazdájával az Országos Magyar Vadászkamara versenyének döntőjébe. Gyakorlatilag kölyökkor óta velem van a kutya, ugye az összes szükséges magyarországi vizsgát azt abszolválta, képességvizsgát, őszitenyészvizsgát, mindenes vizsgát, illetve Németországban a német, rövidszerű német vizsláknak a főtenyészszemlét, az IKP-t is, és egy-két eredményes verseny győztes címet tudtunk bezsebelni a tavaly és az idejébe. Miért kihívás, mennyiben más ez a vizsla főverseny, hogy több típusú feladatot kell teljesíteni, miért kihívás ez a gazdának, illetve a kutyának, akinek mindezt teljesítenie kell? Hát egy egészen más rendszer, mint a többi verseny, hogy itt egy háromkörös válogató versenyen kell túlesni a kutyának, hogy itt az országosba meg tudja jelenni. Van egy megyei válogató, vagy regionális, és úgy az országos, tehát háromszor kell, jelen esetben már ugye mindenes vizsga és vizsla versenyszabályzat alapján úgymond elsődíjas munkát végeznie, hogy bekerüljön az országosba. Ez mindenképpen fizikálisan és mentálisan is egy elég komoly terhelés. Ugye három fázisú munkát végeznek, erdőn, mezőn, vízen is helyt kell állniuk, tehát a vadászati gyakorlat szinte összes elemét be kell, hogy tudják mutatni. Melyik a kedvenc versenyszám a Tinának? Mi az, amit a legjobban szeret és a legkevésbé kell ösztökélni? Talán a mező, a mezei keresés, vadmegállás, ez az igazi ő világa, amikor nagy tempóban nagy mezőket futhat. És az ön számára miért fontos a versenyeztetés is, illetve az, hogy Tinát képezze? Nekem a vadászkutya nem csak egy eszköz vagy versenytársa, úgy lehet, hanem munkatársa, kollégák. Tehát én napi szinten kutyákkal dolgozom. Nekem nagyon sok segítséget adnak a napi munkába, hivatásos vadászként dolgozom, és
gyakorlatilag bármikor, bárhol lehet rájuk számítani. Így jó. Ej, frak, ha nem maradsz, vesztek, nem pocsékolom rá tovább az időmet. Kedves emlék Károly bácsiról és Frakról, aki az egyik leghíresebbé vált magyar vizsla, sokunk gyerekkori kedvenc mese szereplője. Folytatva a vizslákról alkotott képet, a szervezők a gyermekeknek Vizsla a mindentudó címmel hirdettek rajzpályázatot. Ők alkotásaikon mutathatták meg tapasztalataikat a kedvelt vadászkutya fajtáról. Fácán kiröpül a bokorból, mert a kutya éppen ugat, és a vadász észreveszi, és megpróbálja lelőni. Dalma a korosztályában első helyezést ért el rajzával. Mint mondja, saját kutyusa is van, szereti őket. Vizsla kutyánk van, és ezért gondoltam, hogy ezt rajzolom le. Igazából ez éppen egy olyan jelenet szeretne lenni, ahogy éppen a kutya ugat, hogy megtalálta a madarat, és a vadász pedig le akarja lőni. A te vizsládat hogy hívják? Hány éves, és őt te idomítottad-e bármire, amit így tud, hogyha te szólsz neki? Hát igazából azt pontosan nem tudom, hogy hány éves, de próbáltam idomítani is, és úgy hívják, hogy Betyár. Csenge is vadászkutyaként ábrázolta a vizslát saját alkotásán, melyre egy fontos üzenet is felkerült, amely a bizalomról és a szeretetről szól, melynek kutya és gazdája között mindig meg kell lennie. Nagyon szeretem a kutyákat, és szerintem az a kutyafajta a legokosabb, és ők nagyon sokat jelentenek egy vadászatnál. És mi az, ami konkrétan a te rajzodra rákerült? Magyarázd el nekünk, mi mindent rajzoltál, és miért? Hogy a kutya éppen így gondolkodik, vagy hogy az utasítást várja, de nincs ott a vadász, csak úgy magában, egyedül. És van rajta egy szép idézet is, ezt honnan vetted, és felolvasnád de most nekünk? Igen, nem mindig látod, mi van egy kutya szívében, de ha bízol benne, esélyt adsz neki, és megmutatja, mire képes. Surabka Zorka ugyan nem indult a pályázaton, de édesanyjával és öccsével kibiciklizett vasárnap Soponyára, hogy lássa a programokat, hiszen ő is nagy kutyabarát. Szeretem a kutyákat, meg mindegyik kutyafaj hasznos valamire. Mindegyik valamiért tenyésztett. A vizsla például szerinted miért? Vadászkutya. Meg mindegyik kutyajom. Neked van saját kutyusod? Igen. És hogy hívják? Milyen fajtájú? Miért szereted? Silver, keverék, és mindenért szeretem. Mit szoktatok legtöbbször játszani vele? Mindent. Szoktuk kergetni, ő kerget minket, futkározunk vele, és elvisszük sétálni az erdőbe, ilyenek. A szervezők bíznak abban, hogy a gyermekeknek szervezett pályázatok és az immár harmadik alkalommal meghirdetett országos vizsla főverseny is sokat segít. Népszerűsíti a vizslák tartását és a természet egyensúlyát tiszteletben tartó vadászatot. Reményeik szerint a vasárnapi programot követően többen döntenek majd amellett, hogy gazdivá váljanak. Ezzel is nyitva új, sok élményt ígérő fejezetet a család életében. Mélykuti Tibor, a tejterméktanács elnöke volt a vendégem, hiszen az elmúlt időszakban meglehetősen forrongott a tejpiac, hogy miért, azt megtudhatjuk az elnöktől. Tiszteltek, köszöntöm Mélykuti Tibort, a tejterméktanács elnökét, és a gyakorlati oldaláról az Alföldi Tej ügyvezetőjét. Most kettős minőségében kell, hogy beszélgessünk a tervezett tejárral emelésről, ami elkerülhetetlen úgy tűnik. Hát igen, nem kímélt meg bennünket a klímaváltozás, szélsőséges volt az időjárás ezen a nyáron, és ez a tenyésztőkre, a tejtermelőkre is nagyon súlyos terhet ró.
Ez így igaz, a klímaváltozás nem csak Magyarországon történt meg, hanem egész Észak-Európában, Nyugat-Európában. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor jelentős problémák vannak a takarmányozással kapcsolatban, akár Németországban, Belgiumban is. És ez a klímaváltozás, ez Magyarországon is jelentős tejtermelés csökkenést okozott, illetve a beltartalmi értékek vonatkozásában is. És még egyszer mondom, hogy a tejtermelőknél ugye elég komoly árváltozások vannak, például a takarmányok vonatkozásában, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is, és ugye ezzel kapcsolatban kellene tejárat emelni, nyers tejfelvásárlási árat a tejfeldolgozó iparoknak. Ugyanakkor viszont el kell mondjam, hogy a tejfeldolgozó ipar Magyarországon azért zömében a 1-8 hónap vonatkozásában veszteségesek. És ugye ezért kezdtük el szeptember 1-től a késztermékek átadói árának emelését a kiskereskedelmi láncok vonatkozásában, és én úgy gondolom, hogy a kiskereskedelmi láncok nagyon pozitívan állnak hozzá. Ugye ez annak is köszönhető, hogy 7 kiskereskedelmi láncben van a tej szakmai szervezet és terméktanácsban, és folyamatosan 2014 óta egy normális együttműködés van. Ha valóban visszaesés lesz, mert már pedig úgy tűnik, akkor azt hiszem, hogy ezt megsinni a vásárló is. Kezdjük az elején és összegezzünk talán, hogy az a 30 eurócent körüli nyers tej felvásárlási ár az eddig sem volt túlságosan magas, nyilvánvaló, hogy a környező országokban ez magasabb. A másik oldal pedig a minőség is egyre romlik, hiszen a takarmányárak az egekbe szöknek, amelyet kevés termelő tud megvásárolni. Ez milyen hatással bír az árnövekedésre? Ezt megmondom őszintén, hogy ez egy pozitív hatással bírhat, csak a kérdés az, hogy a tejfeldolgozó ipar mikor tudja ezt megemelni, szeptember 1-től, október 1-től a nyers tej felvásárlási árát, mert ahogy elmondtam, azért sajnos nem tudunk egy komoly profitot kialakítani a késztermékek vonatkozásában, és ezt mindenféleképpen szeretnénk megtenni a nyers tej felvásárlási árának emelését. Ugye, ha Magyarországot nézzük, 91 forint 40 fillér az átlagos nyers tej felvásárlási ár, míg az Európai Uniós átlag az pedig 34 cent. És hogyha megnézzük a spotpiaci árakat, akkor ebben az időszakban ez körülbelül egy olyan 35 és 37 cent közötti, tehát ez legalább egy ilyen 120 forint. Ugyanakkor azt is persze kommunikálni kell, hogy 1-6 hónapban, 2018-ban 18 és 22 centért vették a spotpiaci tejeket. Tehát azonnali piacon. Tehát 1-6 hónapban senki nem keresett, hogy a spotpiaci árak milyen magasak, ezzel kapcsolatban a magyar tejfeldolgozók 25 forinttal magasabb árat adtak, de most általában mindig júliustól kezd emelkedni a spotpiaci ár a klímaváltozás miatt. A termelőket, illetve a feldolgozóipart rendkívül módon sújtja az üzemanyagár, takarmányár, csomagolóanyagár, energiaár emelkedés is. Ezt hogyan lehet érvényesíteni az árakban általában? Tehát mit tehet ez a két szektor azért, hogy ez a végén a vásárlókat ne sújtsa olyan mértékben, mint ahogy az elvileg elképzelhető lenne? Igen, ugye a tejfeldolgozóiparnak is nagyon komoly költségnövekedése volt júliustól. Ez azt jelenti, hogy a gáz, elektromos áram több mint 38%-kal emelkedett, ugyanígy a csomagolóanyagok, ugyanígy az üzemanyag, például akár a bérek. Tehát ugye a munkaerő megtartása a feldolgozóiparnak is nagyon fontos, de ugyanígy a tejtermelőknek is. És hát megmondom őszintén, hogy ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni a nyerstejnek a áremelését, illetve hogy ne veszteségesek legyenek a feldolgozóiparok, ahhoz átadói árat kell emelni. Ezzel kapcsolatban nyilván a fogyasztói áraknak a emelése vagy nem emelése, ez a kiskereskedelmi láncoknak a döntése. Fenyeget ez a veszély, hogy a nyerstej kikerül az országból? Tekintve, hogy nyilván jó piaca lehet, mert hogy a minősége megfelelő, sőt kiváló. Hát azt mondom, hogy nyerstej vonatkozásában
jelen pillanatban mindig ilyen augusztustól december 15-ig, utána pedig tejtermelési többlet van egész Európában, tehát olyankor a spotpiaci árak jelentősen csökkennek, tehát nem biztos, hogy célszerű. Én azt gondolom a tejtermelőknek kivinni Magyarországról a tejet, főként annak kapcsán sem, hogy a feldolgozóipar folyamatosan fejleszt. És ehhez hazai jó minőségű nyers tej szükséges. Az első áfa csökkentés az eredménnyel bírt. 2019-től az UHT tejek vonatkozásában is megtörténik. Ez mennyit segíthet? Ez nagyon sokat fog segíteni. Ugye a kormány 2017. január 1-től a friss tejáfáját csökkentette 18%-ról 5%-ra, és az elmúlt időszakban folyamatosan kommunikáltunk, és a kormány jóvá hagyta a teljes fogyasztói tej áfa csökkentését, tehát az ELSA tejnek és az UHT tejnek. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős lehetőséget biztosít a tejágazat számára és a fogyasztók számára is, mert ezzel kapcsolatban volt már egyeztetés a kiskereskedelmi láncokkal, és én úgy gondolom, hogy 2019. január 1-től ezeknek a fogyasztói tejeknek az ára egy kb. 8-10%-kal fog csökkenni. Ön nemrégében úgy fogalmazott, hogy erősíteni kell a beszállítói pozíciókat. Mit akar ez pontosan? A beszállítói pozíciókat úgy tudjuk erősíteni, hogy egyrészt egy stabil, megfelelő tejárat fogunk tudni biztosítani, a másik oldalon pedig nagyon fontos a tejtermelők vonatkozásában is, hogy a beltartalmi értékeket növelni kell, mert ugye gyakorlatilag a tejfeldolgozóipar vonatkozásában a profit a zsíros termékeknél van, tehát vajnál, tejfölnél, egyéb termékeknél, és ez nagyon fontos, hogy ezek a beltartalmi értékek növekedjenek, illetve ahogy elmondtam, hogy ugye itt nem csak a zsír, hanem a fehérje növekedés is fontos, mert azért egyre több sajt feldolgozóipart fogunk létrehozni. Történtek-e előrelépések abban a kérdéskörben, hogy a termékpálya valamennyi szereplője összefogással segítsen a kialakult helyzeten? Igen, ezzel kapcsolatban megtörtént. Ugye, ha most azt mondom, hogy az alföldi tej is egy vertikális integráció, tehát 2003-ban alakult meg Debrecenben, és 2005 november 1-jével vettük meg a Székesfehérvár üzemet. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat fejlesztettünk, és 2015-ben megvettük a debreceni üzemet, és ott egy sajgyártó technológiát és egy borítót fogunk kialakítani. Ez a sajgyártó technológia, minden igaz, már jövő héten működőképes lesz, és én azt gondolom, hogy ezek az integrációk, ezek nagyon fontosak, tehát az együttműködés a tejtermelők vonatkozásában, illetve az, hogy az alapanyagot feldolgozzák. Mi a helyzet a kiskereskedőkkel? Hiszen a kiskereskedők, illetve az áruházláncok fontos szereplői a piacnak. Ez így igaz. Én azt gondolom, hogy a kiskereskedelmi láncok, amióta 2014-től beléptek a tejszakmai szervezet és terméktanácsba, azóta egy normális együttműködés van. El tud képzelni egy olyan termékpályamodellt, hogy a kiskereskedelmi, hazai, természetesen kiskereskedelmi láncok zöme magyar tejet árusítson csak? Ez már 2018-ban 73%. És én úgy gondolom, hogy a fogyasztói tejek vonatkozásában 2019-től ez 100% lesz, és ugye ezzel kapcsolatban a kormány is kommunikálta, hogy a további tejtermékek áfa csökkentését akkor fogják megcsinálni, hogyha 100%-ban Magyarországon elállított tejtermékek lesznek. A stratégiai partnerek rendkívül fontosak az önök életében is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a kormány is próbál segíteni. Hol tartanak most ezek a tárgyalások, hiszen ez egy folyamatos tárgyalásokat igénylő problémák? Én azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés van a Nemzeti Agrárkamarával, és én úgy látom, hogy ugyanígy a Magosszal is, illetve a kormányzati szereplőkkel, tehát a különböző minisztériumokkal, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az Agrárminisztérium is nagyon támogatja a tejágazatot. Tehát a legfontosabb kérdés, miként látja a termelők, a feldolgozóipar, illetve a kiskereskedelem jövedelembiztonsága ebben a vonatkozásban megoldható együtt? Úgy,
hogy ne szenvedjen kárt egyik oldal sem. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen megoldható. A legfontosabb az, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon változó volt a nyerstej felvásárlási ára, és mi 2016 óta ezt próbáljuk stabilizálni, próbáljuk emelni. Ehhez képest ugye azért a beltartalmi értékek is nagyon fontosak, ahogy elmondtam az előbbiekben. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a stabil árat ezt meg tudjuk tenni, de nagyon fontos az, hogy a feldolgozóipar is a költséghatékonyságot javítsa. Tehát megértést kér. Így van. Így van. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!